Kafetériával foglalkozó sorozatunkban előző alkalommal Király Ágnes okleveles adószakértővel, a Top Kafetéria szakértőjével arról beszélgettünk, hogy a munkáltató miként tudja támogatni adómentesen a munkavállalói lakhatást, azon belül is az albérlet díját. Most folytassuk ezt a témát azzal, hogy milyen támogatást nyújthat a munkáltató azoknak, akik lakást vásárolnának, építenének, vagy éppen a meglévő lakáshitelüket törlesztik. Kezét sokan, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Köszönöm szépen, hogy itt van újra, köszönjük szépen. Szóval, hogy azok, akik hitelt vettek fel, vagy vesznek fel, ők kaphatnak adómentes támogatást a törlesztéshez. De milyen feltételeknek kell megfelelni? Így van, hát most már évek óta szerencsére azt is támogathatja a munkáltató, hogy lakáscélú hitelt törlesszen a munkavállaló, és ehhez azért elég komoly támogatást tud nyújtani. Ennek van egy értékhatára, ez az 5 évente 5 millió forintos korlát, de ezt tulajdonképpen 5 éven belül bármikor odaadhatja a munkáltató, akár 5 éven keresztül, ez egy csúszó 5 évet jelent. Tehát mindig föltöltődik tulajdonképpen ez a keretösszeg. Most már vannak olyan munkavállalók, akik már elérik lassan ezt az 5 éves határt is. Nem használták még föl a keretösszeget feltétlenül, amit erre adhat a munkáltató, és akár ez egy hosszú távú támogatás is lehet. Most a feltételek az esetek többségében elég könnyen teljesülnek, ugyanis az egyik alapvető az, hogy valakinek legyen egy ilyen lakáscélú hitele, tehát amit kifejezetten a lakás vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy akadálymentesítésére vett fel. Ebben a hitelszerződésben ő legyen adós vagy adóstárs. A másik feltétel, hogy ennek a lakásnak, amelyiknek a beszerzésére, vásárlására, építésére vette fel a hitelt, annak legyen valamilyen arányban tulajdonosa, nem kell kizárólagosan, sőt, akár az is elegendő, hogyha nem tulajdonos, hanem haszonélvezettel bír ezen az ingatlanon. A következő feltétel talán, amit a legtöbben hallottak már, vagy ismernek, ez az úgynevezett méltányolható lakásigény. Ugye ez szól arról, hogy mekkora lakása van az illetőnek, és hányan laknak benne. Ennek is kicsit lazultak a szabályai az utóbbi időben, tehát például egy háromszobás lakáshoz elegendő akár önmaga a munkavállaló, egy négyszobáshoz is mondjuk elég, hogyha ha hárman laknak benne. A következő, ami talán egy picit néha problémát okoz, hogy arról a bankszámláról, amelyikről törleszti a hitelét, igazolást kell adnia a munkavállalónak, és fontos, hogy ennek a bankszámlának ő tulajdonosa legyen, számla tulajdonosa legyen. Ez azért okoz néha problémát, mert néhány banknál egy bankszámlának csak egy tulajdonosa lehet. Most abban az esetben, ha például házastársakról van szó, akkor egyikük ugye a számla tulajdonos, a másik már nem az, és ilyen esetben néha problémát jelent az, hogy milyen bankszámlára tudja folyósítani a munkáltató ezt a támogatást. A feltételrendszer az egyébként így fog maradni, vagy a jövő évben akár lehetnek változások is? Egyelőre nem tudunk változásról. Az elmúlt évek során elég sok módosítás történt ebben a feltételrendszerben. Én úgy gondolom, hogy most már letisztult és stabilizálódott ennek a jogszabályi környezete. Pillanatnyilag nem tudunk róla, hogy lenne tervben módosítási javaslat. És hogyha nem hiteltörlesztéshez, hanem olyan szerencsés helyzetben van valaki, hogy vásárláshoz vagy építkezéshez akar kapni támogatást, azt megkaphatja? Természetesen, és ez sokan nem tudják egyébként, hogy direkt a vásárláshoz, építéshez már korábban is adhatott a munkáltató támogatást, már akkor is, amikor a hiteltörlesztést még nem lehetett támogatni. Ez az utóbbi időben egy picit elfelejtődött. Természetesen ez egy kicsit bonyolultabb, mert abban az évben, abban az időszakban lehet ezt a támogatást adni, amikor konkrétan a lakásvásárlás vagy az építkezés történik. Itt vannak időkorlátok, hogy a vásárláshoz képest előtte, utána mennyi időn belül adhatja a munkáltató a támogatást, illetve hát az építésnél is a felhasználásnak a függvénye, hogy milyen időtartamban. Ezért népszerűbb a hitel, mert ugye valaki 10 évvel ezelőtt vásárolta a lakását, akkor is kaphatja most a támogatást. Ha vásárolja, akkor éppen abban az évben, amikor ez történik. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Köszönjük szépen.